reggel, Vietnám! Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik. A következő, hát igazából a legelső, lehet, hogy törlöm is az előző részt, ahol kipróbáltuk ugye a szamurájt. Megpróbáltam a következő karakterünket, aki nem lett más, mint egy ilyen tank karakter. Közben igazából rájöttem, hogy a karaktereinket úgy alakítjuk, ahogy akarunk, igazából nincs megkötve, hogy milyen fegyvert használunk, vagy esetleg még varázs dolgokat is használhatunk, tehát ilyen mage dolgokat a játékba. Szóval tök mindegy, milyen karakterrel kezdesz, úgyhogy nem is lett volna muszáj törölnem a szamurájt, de igazából amúgy is jobban illik hozzá ez a fajta harcmodor, úgyhogy ezzel fogunk veretni, gyerekek. Mindenképp megcsináljuk ezt a tudás barlangját is, itt leugrunk, tudjátok, mert azt hiszem, hogy hát hogyha adnak valami újfajta dolgokat, nyomunk is egy izét. Egy HP töltést, aztán nem veretjük isnek ilyen, mint az állat. Egyel dinamikusabban, egyel gyorsabban, mint ezelőtt. Most már legalább vágom, hogy az irányítás úgy nagyjából hogy van. A nagyjából, szóval ne várjátok azt, hogy olyan szinten fogunk veretni, mint aki, nem tudom, 2000, így nagyon régóta játszik. A flaskákkal ugye körle lehet csinálni, töltetet hozzáadni, mert ugye használtuk egy csodálatos dolgot, és akkor már mehetünk is, gyerekek. Aztán nem tökörészünk, veretjük vele. Milyen fegyvereink vannak egyébként? Hadd nézzem meg a Keeper. Ó, van ilyen szálfegyverem is. Ha, nagyon jó. Meg, mi várjál? Oké, tudjuk, ilyen alapvető dolgokkal már, hogy nagyjából megbirkózzunk. Mekkorákat sebeznek? Aha. Jó, rendje. Rönbe. Oké, csapjuk neki, nem tökörünk, jó? Szétverjük őket, mint a szart. Jó. Jobbkezes támadás, balkezes támadás. Aztán már veretjük is, meg nem tudom így is. Ami, oké, védekezést ír, ugye? Jobb gombbal védekezés, jó, az is megvolt. Shift a kitérés, ezt nagyon vágjuk. Szuper. De még mindig nem targetolok, úgyhogy a targetolást ne felejtsük, a gyerekek. Rá kéne raknom nekem egy izére, egy középső gombra azt a targetolást, hogy valami, mert engem megbolondít, gyerekek. Hol van a target? Az most nekem a tabon van már. Ja? Jébben azért, én pont a középső gombra akartam rakni, és akkor úgy látom, hogy arra is van rag, vagy gyárilag van egy ilyen opció. Nagyon jó. Úgyhogy akkor tudjuk neki verni. Óhó, imádom egyébként. Hát ez megint egy olyan játék lesz szerintem, aminek semmilyen nézettsége nem fog lenni, de én nagyon imádom, és nem valószínű, hanem tudja, hogy végig fogjuk rántani ezt az játékot, mert imádom. Ja, egyébként, hogy ezt a tutoriát végig csinálom. Most kellene két kézzel fognunk a fegyvert, ahogy az így van. És akkor oda verünk neki. Olyat, bazze. Várjál. Középső gomb. Igen, jó. Ez véd ki testó. Bír, nagyon jó. Jó ez a láncsa, mert ennek ilyen hosszú a hatótávja. Oké. Nem tökörészünk, gyerekek. Oké. Megütöttek? Hát ez csodálatos. Na, megint nem targetoltam, bazza. Ezt az egyet úgy elfelejtem. Ugye, hogyha nem targetolsz, akkor konkrétan az történik, hogy csak így amerre áll, arra üt egyet a karakterünk. F képesség. Ó, nem. F. Target. Ez egy ilyen roham volt. Hát nem volt túl hatékony. Mondjuk lehet, hogyha többen állnak egymás mögött, vagy valami. C, guggolás. Csodálatos. Ez a nagy ütés, ez viszont adja. Szuper. Oké, ja, ezt akartam mondani, azokat a runákat is megkapjuk, amit itt összeszedünk, nem? Úgyhogy már az megér is, rácok. Control, balgom, control, ugrók támadás. Ezt nem értem egyébként. Használom én ezt a kontrollt. De ez... Közben még ugranom is kellene, vagy mi? Mindegy, jó ez. Oké.
Igen, itt van egy Marika szobor. Ja, és itt lesz ugye a boss. Hát most megpróbáljuk megcsapni elsőre. Most már egyébként ne arra ugyatok, hogy nem beszélek folyamatosan, de nagyon-nagyon élem ezt az egészet. Hát nem tudom, várja, nyomunk egy... Iha, jókor, kösz. Kösz, bazd meg. Hát ezt nem kell megcsapni, úgy látom. De, sikerült, úristen. Ja, pont amikor rá akartam készülni, pont arra a kontrollos erősítésre, akkor jött a csávó azzal, hogy egyébként ennek több HP-ja van, mint a szamurájnak, már azért megérte. Meg azért megérte szerintem ezt a tutoriát megcsinálni, mert itt ad egy izét, egy plusz erőt, nem? Várjál, most ezt nem veszem fel kíváncsiságból, megnézzük a státuszunkat. Erő 14, és ez... Kaptunk egy plusz erőt, szerintem azt meg is kapjuk ilyenkor, ugye? Arany, bűnös szart, mi volt ez a plusz erő? Erő, szor egy. Vagy ez mi? Az egy ilyen motion volt? Emotion, vagy mi volt ez? Oké. És már megyünk is ki kalandozni ezerrel. Hát sajnos még a külvilágról sok mindent nem tudunk, de próbálunk rájönni majd a dolgokra, jó? Keeper izé lesz, fölkészült lesz, ügyes lesz. Ó, itt van egy ilyen hely. Nagyon szuper. És le is ülünk egy pillanatra, már csak azért is, hogy a fleskáink ugye föltöltődjenek. Jó, itt fölveszünk valami újat, ugye a izé. Oké. És akkor mehetünk is fel, itt nem volt semmi, azt hiszem. Na gyerekek, nagy kalandba vágjuk a felszínket, szó szerint, az alabárdunkat, vagy spírünket, vagy minek nevezik ezt a fegyót. Két kézzel fogjuk most ezerrel, de majd ezen változtatni fogunk szerintem, mert lehet, hogy egy shieldelés is jó lenne. Nagyjából ugye ma itt egy kicsit már így közlekedtünk, úgyhogy az jó volt. Oké, itt meg is fogjuk ezt a grace-t. Tök jó egyébként, mert ugye ezeket a grace-eket, hogyha nézed, akkor mutatja, hogy hol, merre van a következő, és az valamennyire ilyen útirányt is ad. Ugye itt például, ugye arra. Oké, és ugye a térképet, az M-mel tudjuk, oké. Egyébként többen is jöttek ugye ezért a gyűrűért, amitől mi ilyen Elden Lordok leszünk, meg ugye legyőzni a félisteneket, és ezt gondolom azért kapcsolódik a történethez, mert azért van ez így megírva, mert ugye gyakorlatilag több játékos van, és ez tök jó, hogy elő van szerintem adva, ez tök jó. Ezzel már beszéltünk ezelőtt, ugye? Csak ugye újra kezdtük. Oké, hát a sírunkhoz vezet az út, nagyon-nagyon biztató. Igen, akkor menni kell tovább, ugye, arra. De azt a csábot, azt valószínű, hogy elkerüljük. Nem tudom, hogy milyen magasról tudunk leugrani. Megpróbálunk egy kicsit dinamikusan közlekedni, jó? Meg ölni mindent is, hogy legyen minél több. Már alapanyagot ki lehet belőle ebbe nyerni. Meg az alapanyagot is gyűjtjük. Még hogyha nem is craftolunk, ugye. Mert ugye tudunk, azt hiszem, hogy a runákat el tudjuk, hogy tudunk eladni, és igazából a cuccaidat is a runákból veszed. Meg, ugye a szintlépést is runából veszel, viszont az alapanyagokat is, meg amit találsz, amit el akarsz adni, azt meg runáért tud eladni. Úgyhogy mindent is érdemes gyűjteni, még hogyha nem is akarsz te nagyon craftolgatni, mert abból tudunk mi fejlődni is, vagy akármilyen cuccot megvenni. Úgyhogy ez tök jó dolog. Na ugye itt járkáltunk ezelőtt már. Itt lehet kovácsolni, vagy itt igen a kovácsolást. Na, ezzel meg beszélünk, ugye kell venni egy ilyen készletet. Ezt hát gyorsan próbálom átlépni, mert ugye itt már voltunk. Gyakorlatilag ezt már tanultuk. Oké, akkor vásárol, és akkor kell nekünk egy ilyen ugye.
Ugye? Barkács készlet. Jó, és akkor úgy meg is nyugodott a karakterük. Egyébként lehet, hogy érdemes lenne nézni majd a Rucikat is, hát hogyha találunk valami jót. Meg egyébként lehet, hogy fogok íjászkodni. Úgyhogy... Oké. Okay. Jó, ez oké. Okay. Itt tudunk barkácsolni. Oké. Okay. Nagyon jó. Nem akarunk semmit vásárolni. Köszönöm egyébként nagyon a kérdésedet. Elmegyünk. És itt van egy grész, ezt megfogjuk, és akkor kb. Hát majdnem itt tartottunk ezelőtt. Bár aztán lehet, ugye nem is muszáj ugyanarra mennünk, de hát most egyelőre szerintem kövessük a Grace-nek az útmutatását. Nézzük meg, nincsen ezek szintlépés, nem tudnánk eszközölni. Nincs. Ja, lehet, hogy még ezt nem is akarja, hogy mi szintet lépjük. Ugye még nem jutottunk el addig a sztoriba. Na mindegy, megyünk arra, mert mutatja ez a Grace, az meg arra van ott, ugye. Öljünk meg mindent, amit tudunk nagyjából, tehát azért nem támadunk meg bosszokat nulla szinten körülbelül, de hogyha ott látunk olyan ellenfeleket, amiket le tudnánk győzni, azokat szerintem érdemes lenne legyőzni, főleg azért, mert... fogjuk két kézzel ezt a valamit? Csak ne... aha. Csak az a baj, ezek így mérgeznek, ezek ezelőtt kinyírtak, ugye? Megint nem jelöltem ki, de ügyes volt a basszak. Oké, okay, nagyon jó, ezek a szúnyogok megtámadtak. Ezek a szúnyogok ezek egy kicsit idegesítőek, mert nem érem el őket. Hogy rohagy meg? Na gyere ide! Hát gyere lejjebb, azzal nem tudlak megütni. Na jó, menjünk inkább akkor. Ja, ez tök jó. Csak ezek a szúnyogok, ezek idegesítőek. Ezeket nem tudom, hogy szedik le. Mások gondolom, lehet, hogy valami range weapon-nel. Menjünk van, 328 darab. És itt volt a... Ja, itt volt a farkasvere, oda is be kellene nézni. Lutoljuk mindent, meg gyújtsuk mindent. Ne kapkodjuk, mert az meg... Az meg akkor átesünk. Tényleg azért akartam kapkodni, hogy ne legyen annyira uncsi, hogy itt már voltunk igazából, de azért annyira ne kapkodjunk, hanem élvezzük ki a játékot. Fejlődés, felfedezés egyelőre az begyen. Ugye itt már megint ugye voltunk, de okosba vigye meg, oldja a keeper itt. Itt olyat ráverek a csávorra. Nagyszerű, megvan. Ó, van egy kedvesre. Perfect gyerekek, perfect. Ó, oh, sisak. Nagyon jó. Oké, okay, bemegyünk ebbe a cave-be. Megöljük azt a boss-t, vagy mini-boss-t, vagy nem tudom mi az. Meg a farkasokat is lehet, hogy hazavágjuk, megpróbáljuk legalábbis. Itt úgyis volt egy grész. Tehát nagyon nem bukunk semmit. Meg hát felfedezés van, gyerekek. Meg hát, hogy találunk valami szuper lootot, vagy akármi. Pihenjünk egyet, mert akkor ugye újra töltődik a HP-nk is, meg a flashkáink is. Oké. Okay. Nagyszerű. Na, ezeket a farkasokat lehet, hogy redbe kéne tenni, de lehet, hogy fogom redbe tenni. Lemegyünk itt, és akkor innen támadunk. Odaru. Ezeket is össze kéne szedni, vannak ilyen itemek itt. Okay. Ezeket is eladjuk a francba majd, hogyha úgy van. Jó. Okos be, ezeket a farkasokat ki kéne végezni. Vagy pedig végzünk a izével, bosszal bepróbálkozunk, akkor fulla lesz a izeg, flaska mennyiségünk.
És akkor talán egyen könnyebb lesz. Hogy, nem tudom, hogy próbáljam meg a védekezéssel, vagy pedig... Vagy lerohanjuk. Mármint úgy értem, hogy használjak shieldot, vagy ne használjak shieldot. Két kezdet fogjuk, akkor 50%-a nagyobb a csendünk. Megpróbáljuk shield nélkül először, jó? Megpróbálunk gördülést, meg ilyesmivel. Kapányra csinálunk egy olyat, hogy... Az meg nem sikerült. Ú, te! Jó? Jó, nem jött össze, nem jött össze! Hagyj békén! Hú, de bevert, nem volt jó. Kopásból támad. Én azt hittem, hogy nem támad egyből, hanem le tudom rohanni, vagy valami, azt nem sikerült. Semmi gond, gyerekek, semmi gond. Viszont vissza kell jönnöm a izémért, az elveszett. Miért nyomogatom az elbetűt? Azt hiszem, hogy izé, akkor gyorsabban megy. Igen, vissza kell mennem azért a rohadt. Azt a bőtjár, hát ez megcsapott, mint a szart. Kicsit azt hittem, hogy mi van aztán még se. Egyébként így újra termelődnek ezek az alapanyagok is, tehát akkor így konkrétan tudod őket farmolni, az érdekes egy metódus. De jó. Kütti farkas volt. Úgyhogy lehet, hogy a shieldes megoldás lesz. Ugye most nagyon nem kell íjaszkodnunk, úgyhogy egy valamilyen, valamennyivel nehezebb lesz ez a dolog. Na jó. Ezt így... Faszod át azt! Három, és négy. Nyugi bugi. És most védekezés. Nem van támadás, védekezés. Védekezés, nem. Támad! Gyerekek, izé nélkül, bazze, sérülés nélkül, ez nagyon jó volt. Koncentrálni kell rohadtul! Hú! Ó, bazze! Ó, bazze! Most fel tudom menni akkor ézemet. És kaptunk oda, nézzetek meg ízét, rúnát, nagyon jó. 1600. Hú! Rohadt kevés volt. Visszatérés a bejárathoz. Lehetne, én nem tudok kimenni ilyenkor innen? Hogy kötkapurát visszafele lehet menni? Ja, hogy ilyenkor a kötkapu íze így leomlik. Ez cool, tök jó. Ez a talizmát meg kéne nézni, hogy ez hogy működik, várjál. Fölszerelés. És akkor van olyan, hogy talizmán, nem? Talizmán. És akkor ezt be kéne raknom, mert különben nem nagyon működnek a dolgok. Jó, hivárom, egyébként annyira jó ez a játék. Én érzem, hogy ez nagyon függő lesz a kettő a játéktól. Az a baj, itt lesz nekem még farkasok, de ezt oda nézd, tesó. Most aztán azt hitted, hogy mi van, mi? Itt még elvileg van, van. Aha. Ez a shieldes dolog nekem egyébként fekszik. Tudom, hogy a nagyobb bosszoknál nem nagyon kell shieldelni, de van egy ilyen jó habis biztonságérzetet. Meg főleg, hogyha nem blokkolok izaikor akkor, amikor kell le, ugye? Na, jó. Aha, itt még vannak. Uh-huh. Ez ennyi hülyeség volt izai nélkül. De, ne üss! A lapát, szöbít! Nagyon cigány dolog. Hogy ketten vagytok? Basszáltam. Ez nagyon nem volt jó. De élveztem nagyon. És az... Ajjaj, nem áll megint egy. És nincsen izajom. Össze kéne szedni különben a lootot, de
Az a baj, hogy nincs. Nincs van flaskom, flaskám. Lopakodva nem tudom, megpróbáljuk. Itt volt valami item. Mök. Ezeket akarom összeszedni. Még egy forkos kvarka is voltál. Ha már egyszer itt vagyunk, gyerekek, akkor ezeket szedjük össze. Meg itt vannak ezek az ölt trutyik is, maximum eladjuk, jó? Hát ezek most bever engem, akkor le kell jönnöm vissza. Nem akarom, hogy nagyon beverjön. Ott van a farkas barkas bazza, egy darab maradt. Nem biztos. Gyere ide, akkor már küzdjük meg. Fint férfi a férfivel! Ott van a loot, azt akarom még. Gyere ide, öcsé. Gyere ide, azt a lootot akarom. Magamévának tenni. Már egyéb buzi. Törötted így. Foggal, ami is így, hogy mire való. De legalább megszereztük be az öröm. Örömteli. Hú, imádom. Itt lehetett fölmenni, ugye? Imádom, ja, egész jó vagyunk. Hát jó, egyszer már bevertek minket, mint a szart, az igaz. De jó, tapasztalni kell a dolgokat. Egy picit lehet, hogy majd specializálódok egy saját magam. Ki fogom találni, hogy merre akarok, mit akarok csinálni. Na, nem tudok szintet lépni? Vagy az még nincs, nem elérhető? Nem elérhető, mert gondolom nem jutottunk el addig a sztoriba, de legalább föltöltöttük a fleskeket. Na, itt meg ugye újra töltődött, ezt nyakon verem. Egyébként tök durva, hogy a leszedhető cuccok is ugye újra telverődnek, meg minden. Az egy kicsit olyan fura, hogy konkrétan akkor így végtelenségig tudsz farmolni alapanyagokat, hogyha leülsz, érted. Nem fura ez egy kicsit, gyerekek. Mondjuk a loot az még egyszer nincs benne, vagy pedig az véletlenszerű loot, nem tudom. Ja, itt lesz az a tábor, oda lemegyünk, meg ugye igazából nem is kell. Gyere. Jó, ez sikerült megint. Oké. Okay. Nem tudtál megbozdulni, testesetelsó. Oda nézi lábvért. Hát ezeket így átnézem ám. Csak össze akarok szedni mindent is. Hú. Annyira élvezem ezt a játékot, nem tudjátok meg, nem tudom, ez nekem valahogy, nem tudom miért jön be ennyire. Valami történt velem. Nagyon, nem tudom, nem azt mondom, hogy nagyon kevés játék jön be, mert tök sok játékot szeretek, de ez valahogy nekem nagyon adja. Tudom, hogy rohadt nehéz, meg nehéz is lesz, meg még mindig sehol nem tartok. Szó szerint sehol nem tartok, hát van egy órám is a játékban, és biztos, hogy nagyon sokat fogunk szívni, de valamilyen nekem nagyon tetszik ez. Na nézzük, ide le kéne pihennünk. Sírtátok is egyébként, hogyha ide lepijenek, akkor valami fog történni. Ugye ezt kellene csinálni, ezt a sztori vonalat is valamilyennyire szinten. Valamilyen szinten, úgyhogy hey ho, nézzük, hogy mi történik. Megjött a sunci! A sunci munci! Hey ho! Kisanyám ki... Mi újság van? Üdvözöllek, szia! Gyere, ülj ide! Ködön túli utazó. Melina vagyok. Szia, Melina. Látsz te úgy? Szúj, egyébként annyira karakteresek a szereplők is. Hihetetlen jól meg vannak csinálva. Nem? Egészséget ajánlok neked. Ennyi? Hallottál az új hajadonokról? A két újat szolgálják, útmutatást és segítséget nyújtanak a szennyezetteknek. Mi vagyunk a szennyezettek, nem? De attól tartok, hogy te hajadontalan vagy. Leszel a csajom? Én eljátszhatom a hajadon szerepét. Ez lesz a csajom. Wow. Hogy segítsek az ősgyűrű felküldt. Runákat erővé. Igen, akkor most lesz a szintlépés. És akkor magaddal kell vinned engem.
Az erdfa lábához. Hogyne fogadnám el. Akkor ezt eldöntöttük. Idézd meg kegyesen, és a runákat erővé változtatom. Még valami. Rád ruházom ezt a gyűrűt. Phantom paripa síp. Ej! Ezzel nagy távolságokat utazhatsz. Ez egy Phantom paripád idéz meg, akinek Áradat a neve. Áradat maga választott ki téged. Tisztelettel bánj vele. Azt a nagyon jó. Hoppá, és akkor itt vannak, oda nézze. Szintlépés meg is érkezett. Várj, elmegyek, hogy akkor most ez a csaj. Te, ennyi volt az izé? Egy éjszakás kaland volt csak? Na, a Phantom paripa síp segítségével megidézheted, meglovagolhatod a Phantom paripádat. Ha Phantom paripád meghalna, akkor ismét megidézheted, de az felhasznál egy karmazsin könnyes flaska töltetet. Ez melyik a könnyes? Az a kék. Paripádról a síp ismételt használtam, amit szállhatsz le. Oké. Okay. Kurva jó. Mi ez? A főmenü erszény részlegén belül összesen 6 tárgyat rakhatsz be az erszényedbe. Ebből a 4-et a főmenü megnyitása nélkül is használhatsz. Van erszényünk, akkor várja. Főmenü erszény részlege. Itt van. Mi az integet? Előre. Az nem erőre volt, hanem előre, nem? Na várja. És ez mi? És ide hogy tudok én berakni valamit? He? Váltás. Mi a fasz? Ide rakom ezt. Igen, és akkor berakta az erszénybe? Berakta az erszénybe, várjál! Ezt nem tudom rárakni én egy ilyen gyors gombra? Hogy ez... Phantom paripa síp, ez mi? Bazze... Én nem akarok ilyen gombokat nyomogatni, van egy 28 gombos egerem, arra szeretnék rárakni dolgokat, direkt ilyen MMORPG-khez való. Gombkiosztás nincs olyan, hogy... Kell lennie? Remélem, nem, nincs. Ennyi francba. Nekem úgy kell kiválogattam, megőrülök akkor. Kamerainál hadifelszerelés váltás tárgyak, jobbkezes hadifelszerelés, támadás, tárgyhasználat, képesség, kontrolljomb. Nem is tudtam, mi az, hogy képesség. Azzal nem lehet. Izét kell hozzá nyomni mindenképp. Meg kell makrózni akkor. Várja, mit kell hozzá nyomni? Valgó. Balra gombad. Nem lehet, ez nem jó. És aztán megkeveredtünk, apám. Várja, mit kell használni hozzá? Kontrollt és balra gombot? Nem. Öcsém, mi volt az, gyerekek? Mivel tudom azt előhozni? Ezt a valamit. Használ. Eltávolít, úristen. Mária azt írta, hogy a tárgyaknál én meg tudom nézni a régebbi izéket. Tutoriálokat. Valahol. Ó, itt vannak-e? És itt ez pont az. Nem, ez nem az. Ez az. Nem ez az. Kell lenni egy olyannak, ami... Erszény, itt az erszény, bazer. Ja, ezt még meg kell nyitnom? Aha. E. És akkor az iránygomb. E. Aha, itt tudom, jó. E és az iránygomb. Ez kurva jó, ez jó. Van lovacska? Mondjuk ez elég érdekes, farba van a lovodak. Jó. Nem tudom, aha, és vagy rá is tudok kattintani akarok. Jó, ezért kellene, szintet kéne lépni. Bocs, hogy tök része is vagy, de kifelek rá kell jönni a dolgokra. Szintlépés.
A runák segítségével növelhetjük a tulajdonságaikat. Minden megnövel tulajdonsággal, a szinted megnő. Ahogy a szinted megnő, úgy azon runák száma is, amit a következő tulajdonságon... Igen, több runák kell. Ó, itt van a nálunk lévő... 9-es szintűek vagyunk, nálunk lévő runák száma 2077, és szükséges runák 911. És ugye itt van, hogy miket tudok kiválasztani, hogy mit akarok, hogy nőjön. Az erély... jó. Meg ki lehet próbálni. Ó, két szintet is tudok lépni, figyeld. Két szintet tudnék lépni, és akkor ha az életeröm, ez elég sokkal nőne, figyeld, több mint 10%-kal. Az elmével, azzal a fókuszpont nő, tehát a stamina, ugye? Nem, az a fókuszpont az a mana. Ezzel a staminám nőne, szerintem az egy legkevésbé kell. Az erővel a sebzésünk nő. Az ügyességgel mi nő? Ó, az ügyességgel is bazen nő a sebzésünk. Az érdekes. És az ügyességgel... ugyanannyit nő a sebzésünk? Nem, az erővel nagyobbat nő. Gondolom fegyverfüggő egyébként. Intelligenciával mi nő? Mágikus cuci-muci. Meg érdekes, hogy a fizikai dolog is nő az intelligenciával. Sebzés. Hogy itt ez... ja nem, ezek a védelmi erők, bazze, de hülye vagyok. Jó, bocsánat, az védelmi. De a sebzés is nő, és a védelmi erő is nő. Ezzel... az erővel is. Érdekes. A hittel... azzal meg a védelmi erő is. De bazze, nagyon durva, hogy ilyenek is nőnek. Tehát nem csak a fegyvered használatán múlik, meg vagy nem csak az múlik rajt ezzel, hogy milyen mágiákat használhatsz, vagy milyen fegyvereket használhatsz az erőtől, hanem egy csomó minden módosít. De én egyébként lehet, hogy ezért fogok rakni HP-ra. Kicsit ilyen tankolós karakternek kellene lennem, és jó lenne, hogyha több HP-m lenne. Most is már jobban bírom, ugye, vagy kétszer annyi HP-ja van ennek a karakterünknek, mint a szamuráj, amit kipróbáltuk előző részbe. És akkor rendben? Ennyi? Jó, hát még gondolom, ez még... ez a két szint amúgy sem befolyásol, majd írtok esetleg, hogy mire érdemes még pakolni. Oké, meg vagyunk, ugye? És akkor le vagyunk menve. Én itt lehet, hogy rendet tennék, gyerekek. Lehet, hogy rendet tennék. Hol vagyunk? Ja, itt így, igen, itt rendet kell tenni. Most mennyi HP-m lett? Ó, nézzétek, milyen hosszú HP-csikon van, more. Ez az tesó, meg glutolunk anyba fölben, nem egyszer, ugye. Ezt kiírtjuk, most nagyon ügyesek leszünk. Szaburája le vagy reved. Ezzel talán egyen jobban fog menni. Figyelni fogok, nyugalom. Várjál, mi volt az a képesség? Volt egy olyan, hogy képesség. Megnézem, hogy mi a billentyűzet kiosztása. Volt egy olyan, hogy képesség. Jövkezés tárgyváltás. Képesség F. Mi a pöcsöm az a képesség? F. Ja, hogy? Várja? Ez mindig változik, attól függ, hogy fogod a fegyvert. Meg igazából milyen fegyvert fogsz, szóval ez egy elég összetett dolog. Leszünk egy kicsit ezzel. Na. Ezt a csávót nyomjuk már le egy az egybe. Hát nem vagyunk mi olyan szarok. De odavárt. Nem kéne, hogy odaverjen, mert a nagy... ó! Lord Esküdt egyes kardja. Nézzük már meg milyenek ezek, basszus. Kard. Várjál, ez hogy kell? Ez van nálunk, ugye? És a Lord esküdt. Hoppa. Jajjaj. Nyugodjál meg, tesó. Csak ugye nem igen használom a kardot, bár lehet, hogy érdemes. Meg kell, mindjárt megnézzük, jó? Egy pillanat, ne haragudjatok. Fölszerelés. És akkor ezt a kardot használok, és a 110, ugye a sebzése, ha jól látom.
a Lorne esküdtnek 115. És a kritikusa is több. Úgyhogy ez csak jobb, nem? Úgyhogy ezt vegyük már fel, és akkor lehet, hogy ki is próbálja Keeper egyet. A Lorne esküdt kardot. Na miért ne? Lehet, hogy ezzel ugye gyorsabb vagyok egy kicsit, mert oké, hogy az a szálfegyver az messze elvisz, elhord. De lehet, hogy ezzel meg gyorsabb. Na, várjál, most direkt kipróbálok egy ilyen 1v1 harcot okosba. Jó, de jó szuka, ezért van fegyveret, tesó. Na, gyere rám, gyere rám! Bazze, hallod? Ez így kurva gyorsan lehet ezzel hadonászni. Ez jó! Ez jó. Igaz, hogy már jó, mondjuk ez vissza nem ütött nagyon. Úgyhogy nem volt egy nagy ellenfél. Jó, megyünk el majd bosszozni, meg minden, meg dungeonozni. Biztos vannak nagyon jó dungeonok, így imádom. Na, itt van a trombitás, Kristóf. Meg ott van a nagy darab, jaj, a nagy darabba vigyázzunk. A trombitás Kristófot le kéne gyűrni. Mit tudom, hátul rámegyek, hallod, ne szórakozok én. Hát ez baró jó ez a fegyó, te. Van ám pajzsom, csegelj! Nekem ez a tank karakter, ez mindig jobb baj bejött. Felveszünk a térképet. És meg is van az első térképünk. Jaj, de jó! Basszus! Nagyon annyira élem egyébként. Ott egy kutya, farkas. Meg kell küzdenünk ezzel a nagy darab állattal. Rá magunkra kéne csődíteni. Gyere, gyere, gyere rám, tesó! Na figyelj, na, nem jön rám, jó. A farkas az viszont szerintem kinézett magának minket, vagy nem tudom. Hát, franc tudja. Mindjárt rendet teszünk. Ó, mi az a három sárkány ott, hallod? Az igen. Az igen, ott van a három sárkány, koma. Ez a kard, ez nagyon adja. Sokkal gyorsabb meg minden. Ez a három sárkány az érdekes. Jó, azokat lehet, hogy kerülöm egyelőre. Fú, ez a kard, ez nagyon jó, gyerekek. Ez a shield kard kombó, meg hogy sokkal gyorsabb, ez tök jó, ez nagyon tetszik. Na gyorsan kipucolunk itt mindent, aztán megyünk ám tovább ezerrel meg minden. Csak ezt ki akarom pucolni, meg ugye van egy izé, van egy lejárat is, ahol van valami loot, vagy valami csoda. Jó, ide imádom! Á, ez olyan jó. Várj, itt volt még egy, nem? Ez alatt, ha, ott van. Figyeld! Nem vett észre? Ahogy a francba hallod. Baró! Imádom! Ez a játék, ez a játék, ez engem megvett kilóra. Egész életemben, hát egész életemben 2 éve jött ki, de viszont ugye Souls játékok is voltak már bőven, de én mindig kerültem ezeket a Souls játékokat, mert mindig úgy gondoltam, hogy ez nekem nem való, biztos rohadt nehéz, pedig aztán mindig ugye ismertek, hogy keresem a kihívásokat a játékokba, mindig úgy vagyok vele, hogy inkább ne legyen könnyű, inkább szivatom magam, és ez meg gyárilag nehéz, és az tök jó. Alapanyag gyűjtése. Mennyi izég van? Mennyi... Itt egy hülye. Hülye, új! Oké. Ezt belé... Bazze, öcsém. Nagyon és nem jó fele futok. Fussál, koma. Hú, ezek ketten voltak ráadásul, meg még egy farkas is. Ez igen, nem pont ez a játékstílus kellene ehhez a játékhoz. Csak már nagyon izé voltam, bátor voltam. Az havar letöri ez a játék a szarvadat, hogyha úgy gondolod, hogy te vagy a Jadi. Hát viszont azt megcsesszük, gyerekek. Nesze haver. Bocs gyerek, de... Ez köllött neked a pofon, mert nagyon izé voltál. Kecseg. Kecseg, Jani. Gyere ide, tesó, téged is. Na, nem jössz? Gyere már! Ó, te fiú, hát. Na, jól van, oké, jön.
Jörögél. Az a baj, azt a ragyot nem akarom beagrózni. Ja. Szép ütés volt. Figyel. Sajna. Sajna, de nem sajna. Lassú vagy. Nagy kalapácsoddal. Na elvileg van ott egy farkas-barkas, vagy kettő. Ezt mérítem meg, még kettő darab van. Jó, meg kell próbálnunk majd. A nagy darab az lehet, hogy el fog minket verni. Lehet, hogy előtte le kéne menni a... Na, farkas-barkas. Nem sok HP-d volt. Jó, ott van még egy izé, olabárdos csak. Ó, a farkasos! Meg valami sárkányok, ja, repködnek, aztán vigyázni kell azokkal. Na! A farkasát lehet hátulról le kéne böknem. Okosba. Talán nem vesz észre, nem tudom azok. Nem. Sikerült. Nagyon. Semmi gond? Jaj, jön a nagy drab is. Ja, meg még egy. Haha, bazzer. És most vagyunk szarba, mert itt van a izé. Fő bufti. Jaj! Cigány vagy. Na jó van. Ó, hát. Nincs, de van még egy, nincs flaskom, ugye? De volt még egy. Na jó, megküzdünk vele. Ez egy kicsit durva volt három darabot betáladni, meg egy farkast. Farkaskamát. Nem baj, megküzdök vele, nem érdekel. Hú, bazza. Hülye vagy! Buzi volt a tesó! Gyere, gyere rám, na! Küss egyet, vagy valami legyen veled. Hát, ez nagyon cigány! Ez nagyon... Hú, ez nagyon cigány! Jó, visszajövök a cuccunkért. Legutóbb Kessler kegyhe. Semmi gond. Ó, ez nagyon... Fú! Nagyon megvert. Nagyon köcsög volt. Nem baj. Nem baj, gyerekek. Annyit csinálok. Vissza kéne mennem a... Azt lehet, hogy szintet lépek megint. Jó. Mennyink van? 1300. Megnézzük, hogy nem tudunk szintet lépni. Meg lehetne valami nappal, bazze, mert már reggel vagyunk. Ez a reggel, hogy a reggel van. Szintlépés. Ó, van szintlépés, jól van. Még egyen, én ezt följebb húzom. Lehet, hogy az egy nagyon zsákutca. De nekem ez tök jó, hogyha ez van. Oké. Okay. Figyeljetek, nagyon gyorsan ezeket lemetélem. Vagy nem tudom, lehet, hogy a nagy darabot kellene először lemetélnem, és akkor nincs rá gond, nem? Mert akkor ugye már a többivel azért elbánok, csak az a nagy darab az nagyon-nagyon cink, meg főleg úgy, hogy most bejött. Volt csomó ellenfél. Mi van, észrevettetek? Vagy nem? A nagy gengszert kéne izélem agyonverni. Jó, nem vettek észre. A nagy darabot kiszedem. Kiagrózom a nagy darabot, aztán utána levegyünk a katakombába, vagy mi az. Ott van egy ilyen pince, ahol ugye vannak cumik, cuccok. Ezt a nagy darabot ki kéne agróznom innen. Gyere, Jolán! Gyere!
Nem kellene kétszer mondani, úgy látom. Semmi gond. Gyere, gyere, Jolán, gyere. Ó, már izé, már be van izgulva. Ezt kivédtem. Ezt is... Az, ez nagyon... Hallod? Nyomtam a izét a védekezést, és betörte a izévet a... Áttört a pajzsomat. Áttöri a pajzsomat. Olyanokat oda ver. Buzi voltál megint. De köcsög vagy, baze. Nagyon köcsög ez a csávó, hogy hallod, ez lehet, hogy az évek helyre. Lehet, hogy az alapádra ráváltak. Jó. Ezzel csak az izé karcolgattam a... Átváltottam alapádra. Hosszabb, nagyobb, sokkal nagyobb a izé a range-e. Meg jobban áttörtem szerintem a pajzsát. Hát ez nem volt jó. Ez a pajzs nagyon gyenge, vagy pedig ezek ellen itt kávé nullát ér. Mert néhány izét kivédett, néhány ilyen ütést kivédett, de néhány az abszolút nem védett semmit. Gyakorlatilag áttört a szétszurkát. Hát jó van ez ilyen. Legalább megöltem. Úgyhogy most büszke vagyok magunkra. Megyünk a Grace-hez. Annyit csinálunk, hogy már nem fogunk öldökölni, hanem tudom, hogy újra termelődik ez. Nem fogjuk meg egyszer megölni. De egyébként így szarra lehet farmolni magad, nem? Vagy ez nem egy kicsit olyan fura? Hogy bármennyit tudsz farmolni XP-t? Vagyis nem XP-t, hanem runát. Na, szintlépés azt gondolom nem lesz meg. De bazze! Hallod, már megint megvan, mert ezt a nagy dörg állatot kinyírtuk. Még rakunk erre, rakjunk. Basszus, tök jó. Tök jó. Rohadt sokat lehet izélni. Rohadt sokat lehet farmolni, úgy látom. Na, mehetünk is ám. Ennyi volt. Lemegyek, lecsullankodunk a... Hát most nem tudom, melyik fegyvert érdemes használni. Ez tök jó ilyen kis ellenfelek ellen, mert tényleg baró. Hát figyeld. Egyébként tök sok rúnát tudsz farmolni. Meg ugye... Kisebb ütéseket simán fölfogod. De a nagyobbakat lehet, hogy egyébként a staminám elfogyott. Elképzelhető egy olyan? És akkor ugye, amikor stamina elfogy, akkor már nem blokkolsz? Lehet, hogy akkor nem blokkoltam? Nem figyeltem ott fönt a staminámat. Na, lemegyünk ebbe a ligba. Mert elvileg van itt egy leak. Egyébként egy ilyet lehet, hogy fogok venni, aztán amikor kell, akkor ki tudom csalogatni az ellenfeleket onnan. Az olyan helyről mondjuk, mit tudom, meglövöm, vagy megagrózom, vagy bármi, de nem tudom egyébként, vagy pedig valami varázslatot lenne érdemes? Ezek jöjjenek ide nekem. Gyertek? A kutyáddal együtt gyere szépen. Ja, gyere ide, bozza, ezek miért csinálják ezt, bazza? Gyere! Hát bazza, visszajön a patról, amire. Köcsög volták, róka koba. Belecsíptél valagamba. Iha. Iha. Futóri lesz! Sokan jönnek. Jaj! Siker! Megyünk az erdőbe, gyerekek, gyertek. Nem tudom, mennyire akadnak le egyébként, vagy hogyan.
De szerintem leakadtak, ez a nagy darab pajzs, és ez... Ezt mindjárt megmurdeltetjük. Na gyere! Csináljál valami okosat. És figyelem a... staminámat, kíváncsi, hogy aha, blokkolsz egyet, akkor lemegy a staminád, és lehet, hogy amiatt volt nekem ez a problémám. Hát persze. Jó, fele staminát leviszi egy ilyen nagyobb blokkolás, gondolom a... Az igazán nagy blokkolások, nagy ütésnek a blokkolása az meg még többet. Úgyhogy lehet, hogy ez így problém. Szuper. Valami autolut rendszer lehetne, hogy összeszedi a lutat. Mindig oda kell ballagni hozzájuk. Farkaskoma? Mi helyzet? Jó. És akkor elvileg le tudok itt menni valahol, ugye? Ott. Lecsullankodunk, már nem akarom ezzel a nagy darab döggel itten veszélyeztetni magam. Nem vett észre senki. Jaj, de jó! Basszus ez a játék, gyerekek! Komolyan mondom. Iszonyat élvezet. Ezt mindenkinek ajánlom, aki fél a Dark Souls, vagy az ilyen Souls játékoktól, főleg az Elden Ringtől, szerintem ne féljen tőle. Mert baró jó. Na mi ez? Képesség hozzáadása. Háború hamvai. Csak ezt nem tudta megfejteni, hogy ez mi. Köszönjük őké, és nagyon jó. Csak én azt nem értem. Meg tudom nézni ennek a háború hambainak, hogy ez hogy működik? Hol van olyan? Ott volt. Uha. Miért nem ír róla, nem ír róla egy büdös szót se? M segítség. Magyarázat. Fókuszpont száma. Aha. Szírja, hogy... Egy fogalmam sincs, hogy mit ért. Jó. Menjünk valamerre. Figyeljetek, kalandozás... Mi ez? A térkép, ugye, mert eddig nem volt térképünk. Most már ennyi így látszik. Érdekes. Nem tudom, hogy merre induljunk el. Hát valószínű, hogy arra fölfele kellene. Megnézzük. Megnézzük, gyerekek. Megpróbálunk, kicsullankolunk ide, okosba. Ne menjenek észre. Viszont meg kellene nézni a felszereléseket. Hogy ármorokat kaptunk, nem a jobbak. Nem hasonlítja össze? De összehasonlítja. Ja, ott írja, hogy mi a jobb, meg mi a rosszabb. Fizikai védelme jobb, immunitás jobb, az enyémnek, ugye, mert azok pirosak. Úgyhogy az enyém az szerintem jobb. Mindjárt megnézzük a többit is. Shield az nincsen új, ugye? Az nem volt új. Nem volt új. Felső se volt új. Kezes az lett új. De szerintem az is fos. Fosabb az enyémnél. Ez viszont jobb, mint az enyém. Konkrétan mindenben, nézd. Konkrétan mindenben jobb, viszont nagyobb a felszerelés teherünk. Ezek meg ugyanazok? Nem. Ez mi? Vegyük föl ezt. Aha, ez a legjobb. Ez. Ez a legjobb, de a legnehezebb is. Lehet, hogy lassabban fog mozogni benne.
De talán nem olyan nagy probléma. Jó. Na, menjünk a vérbe! Ezt egy picit bánom, hogy ezt nem tudom átalakítani, ezt a billentyűzet kombinációkat. Makrókat kell ráírni, úgyis tud mindenki makrót írni rá, akkor miért nem lehet átalakítani, nem? Na, csücsenjünk le egy picit. Aztán menjünk, megpróbáljuk fölfele vedni. Szintlépés? Nehogy megint legyen. Na, megint szintlépés lesz. Nagyon durva. Ez az előre is rakhatnék, hogy nagyobb sebzésem legyen, de még mindig tankoskodok. Annyira tank, bennem van ez a tank dolog. Aztán lehet, hogy a tegnek zsákutca. Háború hambai. Na, itt ez a háború hambai. Ez mi van, akkor rárakom? De ez azt írja, hogy akkor fizikai támadásom kevesebb lesz. És ezt én nem sikerül fölfognom. Hogy olyan lesz. Szerintem inkább ront rajt. Én ezt nem értem, hogy mi az a ront, konkrétan ront rajt. Jó, most ráraktam azt a háború hangvét. Egye főne. Aztán, hogy mi történt, akkor ne kérdezzétek. Na. Hát, gyerekek. Megfarkalnak minket? Vagy megfarkalnak minket? Ez nagyon ilyen lezárt területnek tűnik. Ha az összevesz minket az nagy debil állat, akkor nekünk Sándor lesz, az biztos. Júj, júj. Oké, jó, futás. Futi van! Nem tudom kitargetolni, se olyan messze van. Hoppa! Megkéseljen, gyerekek! Megcsinálja a keeper! Nekimegyünk egyszer, aztán meglássuk, hogy mit tudunk csinálni. Gyere ide, tesó, hogy íjászkodnak a haverjaid. Azt a bötyár. Gyere már ide! Na ezért jó lenne egyébként egy íj. Aztán akkor oda pattogtatni neki, nem? A picsába, ide. Itt nem tudok bevenni, mert íjászkodnak a haverjai. Csak be kéne még egy kicsit triggerelnem, hogy jöjjön ki, csak az a baj, be fogom kapni a sebzéseket. Gyere már ide, haver! Na, erről van szó, ugye? Figyelj, megkésőlek! Mit csináltál? Jó, ezt bekaptam. Egyet bekaptunk. Büdös életben küzdöttem ilyen, de úgyhogy nézzétek el. Nincs staminám! Elővette kardját, bazesz. Jó! Úgyhogy ezek szétdöntötte itt a romokat is. Futi van! Nagyon kemény a gyerek. Az a baj, beagrózzuk majd ezeket a dögöket is. Az a baj, stamina elfogy. Ez futi van. Bazze, ez Rambert. Kösz, kösz, kösz! Kösz game! Buzik vagytok? Most nagyon üt. Egyébként ez a hülye gyerek nem jött van rám, akkor még meg is lehetett volna. Ó, a rossz se begye meg, pedig tök jó lett volna, bírtam. Fú, rohadt jó volt!
Ez a hű... Oh, én voltam hülye, mert bementem oda, tudom. De egyébként annyi, akkora flash egy ilyen izével, egy ilyennek küzdeni, hogy ezt elmészitek. Csak ugye megint ki kéne triggerelnem innen. Csak ezek a hülyék meg lőnek. Jó. Aztán bekapok egy-két lövést, akkor meg az... Nem baráti. Jó, várjál! Ezért össze kellene szednem. A halálom után ezt a valamit, mert baj lesz. Talán nem megy addig vissza. Gyere le! Kinyírlak a krákba, hallod? Ne viccelj. Ja, stamina kevés. Nagyon kevés a staminám, mert... Jó, kösz. Mert ugye az a baj, hogy a stamina... Ha kevés a staminád... Akkor nem tudsz blokkolni, tudod? Ezeket blokkoltam, csak ugye... Nem fogy a stamina, onnan nem... Elfelejtettem a blokkot. Ja, hát ilyenkor meg föl kérek elli. És elfogyott a stabila. Nincs stabila. Töltődjünk. Őcsőm kart. Kardál őgyűt. Megbolondult a csákó. Gyere rám. Bazd meg, bocs. Bocs, haver. Köcsög vagy? Jó, nincs baj. Epic. Megint itt van egy hülye. De jó. Megint itt van egy kettő hülye. Ó. Nem maradt egy milliméter HP a gyerekek. Megint kettő hülye betámadott. Bazza, mert itt egy izék. Fú, te! Annyira pedig jó volt, jó jött ki minden. Jó, a movesetjét meg kell ismerni. Fú, gyerek, nem hiszitek, mekkora izé, mekkora flash ez a játék, komolyan. Mindenképp ajánlom mindenkinek, csak az a baj, nem tudsz vele harcolni, mert izé van. Mert vágtáztok oda, gyorsan. Izé, furkolászok, amíg kijön. Gyere! Hát ez jó, nem bazán, ez mi volt? Ez eddig nem volt, öcsém. Hát ugye el kéne csalnom valahova. Azért az rendes, hallod? Hogy rám köpköd. Kösz, már is cseszt a vizét. Nem menjél vissza, haver, jövök, itt vagyok, ne aggódjál. Ez de... Szép dolog! Eddig nem csináltad, öcsém! Ja. Nem is a staminám a blokkoláshoz.
Ezt... 1 milliméterre múlott az előbb. Annyira zavaró. Ez fáj, mert nem vagy a földön, ráadásul. És nincsen flaskam, jó. Ez nem lesz meg. Van a kard. Megbolondult. Mi a haver? A szemét kiszúrtam, vagy mit csináltam neki? Szaminát kell gyűjteni, mert bajos a dolog, bajos. Nem tudom védekezni, nincs stamina. Epic fight, bazze. Az a baj, egyet hibázol, vége a bulinak. Gyere rám. Nem tudok gyógyulni. Oké, most húz egy csikót, utána megtártorodik. Mögé kell kerülni. Vége. Nagyon üt. Nincs stamina. Pedig milyen szép volt megint! Egyre közelebb vagyunk egyébként, egyre jobb. Még egy utolsó próba. Egyébként kívülállóként lehet az ember úgy érzékeli, hogy ez egy ilyen... Ez egy idegesítő dolog. De ez nem egy idegesítő dolog. Ez egy, tudjátok milyen dologra mit mondanék? Ez egy... Igen, tudom, elvesztettük közben, elfelejtettem felvenni a... Mihaz runámat, de nem is sok volt egyébként. Egy azt hiszem, hogy nulla vast. Nullát fiába is veszem föl, de 191. Nem idegesítő, hanem ilyen folyamatos, durva adrenalin van benned. Komolyan nagyon durva adrenalin. Na baj, ez a kicsalás, ez egy idegesítő dolog. Ez idegesítő, gyerekek. Hogy itt ki kell ide húzni. Na meg ez, hogy bazze köpköd, hogy sép. Na meg lőnek. Jó, talán most kijön. Normálisan. Nyomunk egy flaskot, aztán valami lesz, gyerekek. Most koncentráljunk egy kicsit. Próbáljunk meg minél kevesebbet bekapni. Meg volt a védekezés, jó volt. Megint meg volt. Na, ezt nem védem. De. Futás. Nincs stabila. Nem tud védekezni. Jó, ez legalább kitrájoljuk a harcot. Meg volt a védekezés. Megint eddig hibátlan. Eddig hibátlan komolyan. Jó, nem védekeztünk. Meg volt a védekezés. Az a baj, az összes staminát leüti egy védésem. Tehát nem tudok utána ütni.
Igen, megint védekeztünk. Pedig bazza még nem ütött meg minket, mindig pont sikerül kivédekeznünk. Kibekkelnünk ezt a dolgot. Nem hiszem, mert megint kivédtük mind a kettőt pont. Aztán. Jó, vagy csak elő akarod, de nincsen semmi baj, gyerek. Nincsen semmi baj. És megszopod. Megszopod, hiába. És ezt is kivédtük, bazd meg. Ezt nem? Elhoz, bazd, elhoz! Meg volt, hallod? És egész jól volt meg. Még kettő izék megmaradt, flashkunk megmaradt. Meg volt, bazd, meg volt. Úristen, meg volt, gyerekek. Fú, megmondom, hogy uf, ez nagyon durva volt. Ez... Uf, nem tudom, mindenki próbálja visszaadni, aki játszik ezzel a játékkal. Tudom, hogy ez egy miniboss volt, vagy egy ilyen, nem tudom, kapűr, vagy egy normál mobnak is lehet nevezni. Viszont 13 szintűek vagyunk, azt hiszem. Tehát 9-ről indultunk, és van körülbelül játszunk, nem tudom, egy másfél órája, vagy egy órája. Rohadt jó volt, rohadt, imádtam, gyerekek, ezt imádtam. Össze kéne szedni annyit, hogy legyen meg a szintünk, vagy pedig megpróbálom előre nyomulni. Gyerekek, ez rohadt jó. Ez újra termelődik! Ez újra termelődik! Megyünk a másik irányba, gyerekek. Ez újra termelődik. Jó, megyek tovább, hallod. Figyeljetek, lehet, hogy annyit, hogy szedjük össze már egy agy XP-t, vagy runát, vagy tudjunk. Igen, és akkor amikor el. Azt hiszed, hogy te vagy a Jadi. Megszivatnak, mint a szar. Kell nekünk stamina, úgy látom a védekezés, ez bőver. Látjátok, hogy most már rájöttem, hogy miért nem tudunk védekezni. Hiába pajzsozok. Ugye az ütés erősségétől, gondolom attól függően, vagy pedig nem tudom, a hárítások számától függően is, csökken a staminánk, hogyha sikeres hárításunk van. És az nem, és az nem jó, mert utána ugye nem tudsz egy konkrét rizajedé. Nem tudsz blokkolni, meg nem tudsz futni, meg nem tudsz rollolni, úgyhogy kurva mély ez a játék. Mármint így a harcrendszerben, nem csak az, hogy oda megyek a spifölöm, meg blokkolok egyet akkor, amikor akarok, mert egyszerűen nincs ezt, amire akkor hiába is próbálsz blokkolni. Arról nem is beszélve szerintem, hogy mondjuk lehet, hogy a nagy ütéseket is kivédjük. Láttátok, hogy a brutál ütéseket is egész jól hárítottuk. Na, gyere ide, aztán valami legyen. Egy kicsit az aggro range-ük, az elég érdekesen viselkednek ezek a kis gangsterek. Jó. Ugye rendet teszünk, gyerekek, egy picit. Hüsse. Mi? 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 Na most ez kipajzsozik. Na. Hüsse egyet, hogy meg levárlak, mint vakaporrat. És ez így lesz. Így próbálkozunk? Azt a bőtyát. Na mennyi ízénk van? 1400, mennyi kell a szinthez? Oh, annyi... Úr, imádom ezt a játék. Nálad, ó, ennél jobban nem is lehet, kettő darab marad, és akkor nem, nincsen az, hogy... Nincs az, hogy el fogjuk cseszni, gyerekek. Oh.
Mármint ha meghalunk, nem veszítünk semmit konkrétan. Gyakorlatilag tök jó rendszer lesz, hogy a runáid veszek el. Egyszerűen, nem tudom, hogy mondjam. Ennek köszönhetően nem baj, hogyha meghalsz. Hát, hogy még mindig a HP. Igazi tank karaktert csinálok, miután meg majd nem sebzek semmit. Egyébként én szeretek ilyen taktikusan harcolni, nem azzal nagyon látjátok, hogy inkább sokat védekezni. Júj! Na várjatok, nézzük, már van egy valami ilyen térképünk, valami fajta térképünk. Ez mi volt itt? Ez NPC, ugye? Ez egy árus. Mutatja az NPC-ket, azért nem rossz. Jó, hát arra kellene majd tovább menni, de egyébként erre lefele is meg kéne kukkantani, hogy mi van, nem? Maga. Ja. Lehet, hogy nem kellene így széli kint a prérén így megállni. Egyébként ott van egy grész, azt lehet, hogy meg kellene tapiznunk. Ugye, mivel ez egy teljesen szabad világban játszódó, bár aztán lehet, hogy én rossz fele megyek. De egye fene, lelkem rajt, hogyha rossz fele megyek. De szeretnék felfedezni így. Lehet, hogy el fogok menni a legjobb dolgok mellett. Nem fogok megtalálni dolgokat egyből. De szeretnék teljesen úgy felfedezni, hogy ilyen teljesen spontán és teljesen úgy rá csodálkozni a dolgokra. Ezért nem is nézek róla videót, nem nézek végigjátszásokat. Ha szívunk, ha nem szívunk, ezt is például nem tudtam, hogy ez újra fog termelődni, azt sem tudtam, milyen erős. Neki megyünk, meghalunk, nem számít, nem érdekel egyáltalán. Na, ez megvan. Elmegyünk. Úgyhogy ez... Ezzel nincs semmi probléma, legalábbis nekem nincs vele problémám. Mi a fasz? Valaki beszél hozzá, gyerekek. Ez a mi? Ott egy levél. Zoli... Nem tudom, nincs itt senki. Itt van egy láthatatlan ember szerintem. Azon zsörtölődik ugye, hogy nem néz senki a szemébe. Hoppá, hoppá, hoppá. Hát azért na. Azért na. Van egy lovas. Mondjuk azt a lovas lehet, hogy nem kéne bepróbálnom. Hogy lehet izélni? Hogyha kitargetolok, hogy tudok? Aha, itt tudok váltani köztük. Ezt csávot hátba szúrjuk. Ez jó buli. A másik kettőt meg utána kiírjuk. Hello! Ne. Itt hadoráztak hülye gyerekek. Ez igen. Ezek nagyon benne vannak pistulva. Hoppá, ez egy védekezés volt, tudod mi az? Mi az ellenséges csapatok legyőzés, akkor feltöltődhet a flaskáid. Feltöltődhet a flaskáid. Ez állva rakzás. A történeték száma is feltöltött flaska típusú változó, az ellenséges csapat összetétel függ. Ugyanakkor nem tölthetsz fel több flaskát, mint amennyi maximális értéket. Hát gondoltam. Jó. Akkor töltődik a flaskám. Ó, oh, ez egy jó dolog. Akkor, ez mi? Kanai túra bogár! Az ezt nem érem utolhallag. Háború, honvaj, határozottság. Kaptam egy új... Ha. Ezt, gyerekek, lehet, hogy nem próbálja meg a képer. Ezt nem próbálom meg, bazd meg. Dobd le róla azt. Ezt nem próbáljuk meg. Ezt látom, hogy ez nem nekem való. Nem szeretem az ilyen lovas mizériát, ahogy se. Na, valamit kaptuk háború hamvait. Ezt majd meg kellene csinálni. De azt ugye résznél lehet. Jó, menjünk tovább. El akarok menni még arrafele, de még itt egy csomó minden nem fedeztem fel, például a hátam mögött lévő részt. Mert ugye erre voltunk, elmehetnénk kalandba rám. Hát, hogyha találunk még valami érdekes dolgot. Itt
Te egy folyó akar lenni? Itt egy folyó akar lenni. Egyébként egy minimap. Egy minimapért azért az életem, vagy adnék dolgokat. Ezek a romok, ezek semmik. Mármint ez a minimap, hogy nincs minimap, az egy kicsit fájdalmas tud lenni. Ezeket össze lehet szedni. Ó, figyelj, alapanyagok. De jó, rom töredékek. De ezt maximum eladom, vagy nem tudom mit csinálok. Itt meg vannak ilyen... Még valami. Megnézem a tárgyakat nagyon gyorsan, hogy mik azok, amik nálam vannak, és mire jók. Mert igazából semmit nem nézünk, csak vegyük, mint a világtalár. Barkács alapanyag. Ez külön barkács alapanyagok. Ja. Erősítő anyagok. Eddel lehet, ugye? Maximum 3 szintig fel tudod fejleszteni a vépanyjaidet, gondolom. Ez mi? Kulcstárgyak. Törönt edény. Barkácskészlet. Térgép. Igen, az is jó. Ez egy varázslatok. Igézetek. Háború hambai határozottság. Szuper. Itt vannak a fegyverek, hát az nem sok van. Itt vannak az távolsági fegyverek, katalizátorok, itt vannak a nyílveszők, pajzs, sisak, ruci, kesztyű, gatyó, talizmának, tudásbarlangja, és ennyi az összes cumim? Cumum? Na várja! Van egy. Nálam van egy, 99 lehet. Segítségével 200 rurát szerezhet. Na, ez izé akkor. Ezt így elhasználom, ezt gondolom lehet használni. Használ, és akkor 200 rurát kapok. És, aha, jó van. Akkor ezek, ja, viszont ez lehet, hogy egyébként 10-kor kellett volna. Szintlépés előtt elhasználni, de, vagy valami ilyesmi. A farkas barkas! Á, izével nyugtalan is lett a farkas barkas. Nagyon izé vagy. Rákészülünk odarészt. 55 darab. Gondolom izé erősségtől függ a boboknál, hogy mennyire dobnak nekünk jó cuccokat. Meg nem csak dob cuccokat. Azt a bőtjár, itt van valami izé bázis. Ajaj. Nem tűnnek nagyon barátságos taktáv. De ez csak egy ilyen camp. Vagy van ott valami... Van valami loot. Figyelj, ezt a lootot el kéne lopni, nem? Mit szólnátok? Mondjuk ezt okosba meg lehetne csinálni. Ott, hogy van egy farkas, de viszont ezeknek mind van farkasok, meg ott egy farkas, falka is. Ezt a lootot, ezt ugye lopom, ide szart, hallod. Ez vicces volt. Ezt a hátába tudnék kerülni, meg bepróbálkoznék neki. A farkas az lehet, hogy... Ne. Jaj! Jaj! Ez észrevött. Oké. Megpróbálkozunk egy ilyen légyel, gyerekek. Csak annyira nem nehéz, nem? Fúj. Íbaze, nincs ki. Nem mondod? Kemény vagy, mint a Rambo 3, baze. Köcsög vagy, baze? Nincs a staminám támadni. Jó, ez nem volt rossz. Ez jó kis fight volt. Bírom ezeket a fightokat. Viszont az a baj, hogy a másik ürgének volt egy izéje is. Volt egy farkas barkasa. És ezek rohadtul. Sőt, nem egy farkas barkasa van, hanem kettő farkas barkasa van. És lehet, hogy azokat nem kéne hármat egyszerre betávadnom, amikor egyel se tudtam nagyjából se majdnem végezni. Vagy nagyjából sikerül végezni. Ez mi ez? Nem lehet itt lemenni valahova? Ugye egyébként baromi jó, hogy össze van dőlve, ilyen kaotikus. Ó, itt egy grész.
Itt egy Grace, akkor valami itt lesz, nem? Na, ezt a izét akartam kipróbálni. Háború hambait. Most. Várok. Nem értem ezt a háború hambait. Leküzdés, határozottság. Ez mit ad, vagy mit nem ad? Ez nem jött rá. Esik az eső. Marha jó. Nincs itt sem. Milyen magasról leesek? Meghalok, gyerekek. Az mi a túró az? Ott van valami élőlény. Ja, lehet, hogy meghalék, nem? Na, föl se lehet itt menni. Most az érdekel, hogy mi van ott. Nagyon gyanús nekem. Ott is annyi. Megyünk körbe. Nagyon gyanús nekem ez a dolog. Ez a dolog jó dolog, de ez itt el van zárva, nem? Nem lehet átmenni alatta? Nagyon gyanús nekem. Hogy ott van valami, nem tudom milyen magasról tudok leesni ezzel a kutyalóval. Itt meghalok, akkor meg jöhetek vissza, mindegy. Hát, az fájt neki, nem? Fájt neki, el is pálorgott szerencsét egye. Véres új, megszállt a világ. Azt a bőtyár jön egy ilyen izé csávó, hallod? Ki a tököm ez? Oda né. Ki az, hogy mi az a véres új? Hülye vagy? Ki vagy? Nem kemény ez a csa... Hülye vagy? Mi a fasz ez? Ez valami izé? Boss vagy mi ez? Valami más játékosnak a kivetülés? Nem tovább. Ez köcsög. Csak! Elkezdi. Közeleg a vég. Mi van? Na, egyen nyakon verek. Hallod, ki a faszomok vannak itt? Mi történik itt? Vérveszteség, kösz. Mi jó? Hát szórakozzál már Janival! Megverlek, még kicsirál a köcsi. De, mi a tököm történik itt, töcsér? Ez mi ez a, mi ez az akció? Ki a szamuráj, bakuráj, bazei? Megöltük kette, have, hello, szevasz, ki vagy? Azt nem volt, hogy most megtámadsz. Véres új legyőzve. Kaptam valami ízét. Feladat teljesítve elkezdi. Ez is egy izé volt? Ilyen, olyan, minden? Mi a fasz volt ez? Kaptam valamit cuccost. Valamit. Hallod, mi volt ez? Főszerelés, valami fegyvert. Nem tudom... X. Nem tudom használni. Hallod, minimum... De ez nem sem ez valami jól. Szükséges tulajdonságok, erő 5, Mysticism most 13. Tehát ezt nem is tudom használni. Vérveszteség feltöltődést okoz. Tehát ez ilyen, ez valami epic cucc lehet, nem? Reduvia. Ez egy izé, ez egy named, neve van ennek a fegyónak, Reduvia. És nem tudom használni, bazen, Myst 13 kell hozzá. Itt meg van egy barló. Mi van itt a gyerekek? Mi a fa? És meg egy ízét kaptam ezért. Húú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 ú
Itt egy barlang. Hát ide nem megyek le. Levegyünk? Elvesztjük a ruháikat, hát ide visszajövünk, azt akkor mi van? Nem? Egyébként az tök jó, hogy a felszerelésedet nem veszted el.
Lopakodva levegyük. Valami csak lesz itt. Hát. Új, de egyébként, hogy a... Na, itt meg is érkeztünk, azt szám. Azt akartam mondani, hogy gyorsan elmondom, hogy... tök jó, hogy így felfedezel. Ez annyira, annyira jó ez a... Így, hogy így tudsz lenni, közlekedni okosban. Párjá, el kell, hogy osztalába izélvett szintlépésem van, meg itt összekeszedni a cuccokat, gyerekek. Barlangi mohát szöröztünk. Itt biztos valami boss lesz, vagy mi lesz itt? Plaskák, várakozás, szintlépés. Na, megnézzük ezt a Misty, ja, ez a Misty nekem csak 7-es. Ez valami varázsas törlet. Jó. És már 709, és valami 300 valamennyiről mentünk. Ez nekem nagyon jó, hogy lehet, hogy tényleg azt mondjátok, hogy jó, hát gondolom az első gameplay-vel azért nem tudom elcseszni a karakterem annyira durván. Nem mutassa, hogy mennyi HP-m. Valami jó kard, vagy valami kéne. Hallod, kickfoot koráztak itt a csép. Van valami, ez egy gyogyó sok lefő rohangálna. Hát ez ki vagy? Ez a kocog. Hát ezt hardban nem kell támadnom, úgy látom. Nem tudom, mennyire eresek azok, ez a probléma egyébként. Lehet, hogy ide be summontunk, aztán hátba támadjuk okosba. Nem erős. De mi volt ez a csöngő? Azt a... Ja, hogy? Ez a kérdés. Valami csap, valami riasztó volt itt. Elfordíts, már megint riasztott. Ez a riasztót húzigálom itt. Mi arról se van itt? Mi ez? Utonálló csukja. Jó. Rövid kard? Mi ez? Pillangó. És honnan jöttünk egyáltalán? Innen jöttünk? Levágtam még azért is a bokrokat is. Nem innen jöttünk. Összeszedtem volna biztos. Kötfal. Tudni, hogy izé lesz. Mukucs. Körülnézünk még másik irányba, ha lehet. De szerintem lehet, hogy nem lehet. Nem tudom, innen jöttünk? Ugye körülnézünk másfele is. Aztán akkor majd bemegyünk oda is, jó? Hát itt egy nagy ládikó, ne vücceljél. Kincses láda átkutatása. Gomba volt, be jó volt. Na, mennyi izénk van? Jó, 763, azt ebukjuk, ki nem szarja le. Elég jó haladunk szerintem. Nem mondom, hogy jó, vagy szerintem jó haladunk. Nincs viszonyítási alapom, hogy jó haladunk-e. Más biztos százszor jobban halad. Brutális. Egyébként én mindig azt hittem, hogy a Elden Ring, meg az ilyen szósz játékok, azok ilyen boss, és az a szenvedsz. Ez nem arról szól. Ez arról szól, hogy itt tök jó dolgokat tudsz benne csinálni. Hát ez lehet, hogy itten csúnya világ lesz. Hú, gyerekek, ez nagyon olyan, mint egy bossnak a helye, nem? Hú, te. Nagyon fostos hely. Nem hiszem, hogy nincs itt senki. Húha, ez hol van? Gec. Ki a fasz ez? Mi van? Szírver, szíje váglak, testvérem. Én vagyok ám itt a... Én vagyok az, aki futni fog!
Amúgy miért nem gyógyult a beleget? Ja, hogy megy a varázslás, és a cigány dolog megy itt, úgy látom. Na, ez kösz. Ez olyan buziság, hogy ezt csinálja. Nagyon-nagyon cigány volt, de jó egyébként, ezt meg kell csapni, hallod? Még ezt megpróbáljuk egy nem tudom hányszor, aztán izé jó lesz ez, azt a bőtyár, nagyon tetszik, jó, oké, még lemegyek egyszer mindenképp, aztán megpróbáljuk megütni egy csávót, egyszer megpróbáljuk, aztán utána elengedjük, jó? Már olyan hosszú egyébként a videó miatt, ez itt meg ide van, itt meg cigá. Ja, itt vannak ezek a hülye csöngők. Aha. És akkor jön mindenki, gondolom. Ja, hát itt vannak bőven, na. Az egyik egy nagyon, nagyon nem jó dolog, hogy ennyien vannak. De várjál nekem, merre kell mennem? Lehet, hogy oldalt el tudnék sumákolni. És akkor ugye nem veszitek flaskát, meg semmit. Na barátom, most aztán izéval készüljével kifaszolsz. Hát ez kurva jó, egyébként. Az a durva, hogy ezek esélyt se adnak, érted? Nincs az, hogy a... Na várjál, most izé támadás lesz, vagy valami. Na, egyből jön rád, mind a buzi. Ez összeütöttem most. És annyira tudja, hogy mikor nyomom ezt a rohadt potiont. Fú, de ragyog köcsög vagy, baze. Vagy gyors. Nem lesz meg, de egyébként nem annyira veszélyes. Na mi? Megadja magát. Vagy trükk. Ápát fasz az! Jó. Baze, jó. Lehet, hogy meg kell volna kegyelmezni neki. De jó, ennyi volt. Megpróbáljuk meg legközelebb. Nem tudom, írjátok meg szerintetek ezt meghölni, vagy nem kell megölni. Úgy, fú, nagyon-nagyon-nagyon jó egyébként. Nagyon tetszik az egész. Jó, hát ez egy kicsit izé volt. Ez egy kicsit megcsaptak minket. De meg lenne. Érzem, hogy meg lenne.
koncentráció kell. Nem is tudom egyébként, vissza kell néznem meg nekem is ezt a videót, hogy beszélek-e egyáltalán közben, amikor már van fájd, vagy egész végig agyázok. De nem adja vissza szerintem semmiképpen az, hogy amit hallotok, hogyha esetleg agyázok, lehet, hogy tényleg agyázok végig, nem adja vissza azt a dolgot, amit átél az ember. Lehet, hogy sokan láttok ilyen videókat, amikor így játszanak ezzel a játékkal emberek, és azt veszitek le, hogy ezek idegeskednek. Nem idegeskednek, hanem fú, elönti őket az adrenalin, és rohadtul élvezik. Higgyétek el, próbáljátok ki. Nem gond, hogy meghaltok 5-ször, 10-szer, akkor is nem lesz bennetek az az érzés, hogy jaj, ez idegesítő, hanem az az érzés van bennetek szerintem, hogy rohadt jó kihívás, és pont ez adja azt az eufóriát, amikor sikerül megölnötök egy ilyen boss-t, hogyha sikerül, ugye, hogy ilyen nehéz, és nem könnyű, és nem az, hogy odamész, és akkor leütött 3 ütéssel, és akkor mész tovább, és akkor ott aludt. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!